Gameplay sorozaton következő darabja a Canvas című játék. Elejétől végig fogjuk tolni ezt a különleges tüneményes társasjátékot. Ja, hát be kell, hogy valljam nektek, hogy én teljesen el vagyok fogulva, mert már amikor először képeken láttam a canvas már akkor is teljesen oda voltam érte, hogy mennyire gyönyörű, és így izgultam, hogy nehogy az legyen, hogy csak szép, de nem jó. Mert amikor először kipróbáltam, akkor így, hú, így megnyugodtam, hogy oké, okay, nagyon tetszik. Úgyhogy alig vártuk, hogy megmutathassuk nektek, és most ezt fogjátok látni, végig fogjuk játszani ezt a játékot veletek. Üdvözlök mindenkit hatalmas Tettel. Sziasztok, én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És ez itt a Mit játszunk vlog. Lássuk. Ez egy festős társas játék, ahol a játékosok festményeket készítenek el, szám szerint mindegyik játékos hármat. Igen. Ehhez ilyen kambákat, léjereket, ilyen fóliákat fognak elvenni középről. Hogyha nem tetszik nekik az első, akkor ilyen pici festmény, ihlet tokent fizetnek be. Hasonló, mint a Centuri esetében rá kell pakolgatni, vagy a Smallworld esetében a, a, korábban lévő kis léjerekre, hogyha később itt elvenni. A játék érdekessége, hogy vannak célok, ebből négy meghatározott cél. Mi most egy kezdő bevezető célsort állítottunk fel, de egyébként vannak ennél sokkal komplexebbek és Trükkös nagy a változatossága. Azért. Trükkös, Trükkös úgyhogy most egy ilyen, egy ilyen, pici ízelítőt, hogy tudjatok kapni arról, hogy pontosan mit is tud ez a játék. A játékos a körében vagy ilyen léért vesz föl, vagy fest. Abban az esetben, hogyha már öt ilyen, ilyen fólia fó, fó, van, van a kezben, akkor festenie kell, Igen. és addig tart a játék, amíg valaki a harmadik festményét el nem készíti. Fontos, hogy mindegyik játékosnak lehetősége van elkészíteni a három képet, és megpróbálja megfeleltetni minél több közös célnak. Hogyha egy célnak a kiértékelésnél megfelel egy kép, akkor annak a kis jelölőjét elvesszük, mm. és a játék végén azok alapján kapunk pontot, hogy egy célon mennyis, hogy a játék végén hány darab adott színű kis jelölőnk van ilyen kis sikerjelölőnk. Ez, ez, ez egy pici szett gyűjtögetés. Érdekessége, hogy öt szín van, mindegyik szabálynak van egy, ezen kívül az ötödik a fekete, ami fixen két pontot ér darabja, az bizonyos léerek kártyák hozzák be, hogy ha rajta van a festményen, akkor ö, tudod érvényesíteni ezt a pontozást. Szerintem akkor kezd is el, hogyha van kedved kezdőjátékosnak lenni. Köszönöm szépen. Én nehezhetek kezdeni, úgyhogy. Zseniális, hogy a képeknek rögtön a címe is transzparens lesz gyerekkor, kiemelkedő Igen. természet, kíváncsiság, sötétség. Ami, ami még fontos, hogy gyorsan elmondom, hogy a, a, a célok kombinációja, ugye a cél, tehát minél több célt teljesíteni Aha. a cél, ezt szépen mondtam. A, 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 <laughs> nagyon hogy minél több pontot okay. összegyűjtsünk egy körben. Igen, hát a játék borsa az, hogy mindössze három képet festesz, és mindegyik képen megpróbálsz a lehető legtöbb Igen. ilyen zsűri által teremtett igénynek megfelelni. Én most a másodikat hát? szeretném elvenni, ezért berakom a kis uh -huh. festékes kártyámat. Még ugye nem, nem kell eldöntenem, hogy hova fogom tenni, csak elveszem. Négy elérhető cél az öktöntranszponens játékosok számára. Az ötödik, az kártyákon fordul elő, nagyon hangulatos, hogy vannak bizonyos ilyen léjerek, amik rögtön tudnak egy pici szabályt, és akkor fekete ilyen kis díjat, plecsnit kaphatunk. Mindegyik a játék végén fixen két pontot ér. A kompozíció azt szereti, hogyha minden színből van egy adott festményen, a hangsúly az pontosan egy ilyen színű köröcskét kér, a változatosság azt szereti, hogyha mindegyik szimbólumból egy van a képen legalább, uh -huh. az ismétlődés pedig a dupla háromszöget pontozza, úgyhogy ezt próbáljuk majd összehozni egy, -egy, ah, nem egy rekord? Rögtön négy ilyen ihletokernel kezdjük meg a játékot. Nagyon jó pofa egyébként a szóló módja. A szóló módban a fiktív játékos úgy lép, hogy mindig feldobjuk neki ezt a négyet, és hogyha ilyen színpalettás oldalával érkezik meg, akkor annyi adikat veszi el. Tehát úgy lepakolgat, és folyamatosan így üríti fiktív ezt a kínálatot. Úgyhogy én kézbe veszem a gyerekkoromat. Van egyébként ezeken a kártyákon egy ilyen védőréteg, amit még így nem húzkodtunk le, mert az egyik Majd valamelyikről már lejött, valamelyikről még nem. Ez egy ilyen kis nagyon finom védő fólia, amit most egyelőre még rajta hagytunk. Uh -huh. Nu, no, nekem kellene egy olyan, ami... Ó, ez például... Hivatalosan ezek végül a kezedben tűnik. vannak, és akkor tudom, tehát a festés során csúsztatod. Csak én szeretem letenni, olyan jól néz ki, hogyha már tudom. Én a kíváncsiságot veszem el, úgyhogy megint lerakok egy ilyen kis színt. Aha, ez így szerintem jó lesz majd valamire. És te jössz. Igen, ugye egyszerre öt ilyen kis kártya, átlátszó kártya lap lehet a kezünkben. Uh -huh. Egyelőre kettő van, csak már próbálkozom a kombózással. Azért is érdekes ez, mert ugye a kérdés az, hogy mi mit takar Igen. le, hogyha egy adott színű ö, lap jön a másikra, akkor azt az adott szint lehet, hogy felülírja egy másik pontozás. Így van. A, amikor elkészítesz a képet, tehát festesz, akkor csak is a látható szabályokat tudod érvényesíteni. Így van. és nagyon fontos, hogy amikor egy kép elkészül, akkor pontosan három darab ilyen fóliát kell felhasználnod, általad választott sorrendben lefedve ezeket a szimbólumokat. Én egy olyan lapra éhezem, amin ilyen csík, ilyen uh, a napokban, játszott, van. napokban, játszottunk szigorúbb kártyákkal, vannak egy együttállások, aminek mocsok nehéz megfelelni, és bizony, ebből a kínálatból dolgozunk. C betűs játék, most már megmosolyogtató, van egy pici sorozat, ez a Cascadia, a Coatl, a Calico, illetve, illetve maga a, canvas, az, a Tehát ezek a C betűs szabályoknak megfelelő játékok. Igen. És ez picit olyan, mint a T sorozat, ez a Tekenó, Tavantin súlyú, tehát azok a, azok a gamer t -s játékok, ezek pedig azok kedves kis pontgyűjtögetős történetek. Nem Mert mindennek is nem tudsz megfelelni. Na hát ez az, igen, igen. Az a helyzet, hogy lehet, hogy elveszem azt a sötétséget onnan az elejéről, akkor nem teszek rá semmit, csak elveszem. Muszáj lerakosgatnom ezeket magamnak, hogy lássam, hogy mi van. Aztán amikor majd összeáll egy kép, akkor beletesszük a tokba, ugye úgy érkezik a játék, hogy kártyavédőző vannak ezek az alapok, és ebbe kell majd így belecsúsztatni az átlátszó lapkáinkat, de egyelőre még csak tervezek úgy, hogy így pakolgatok magam elé. Ugye most az egyik szabály azt mondja, hogy szereti a kettő-háromszögeket, és meglehetősen jó pontoz, már akkor is, hogyha egy darab van belőle. Igen. Egy festményen az ismétlődés akár többször is előfordulhat, és megéri ezeket gyűjtögetni, mert nagyon csinos pontozása lesz. Sőt, hát egy festményen akár több fekete pontozó is lehet, tehát lehet, hogy annyira bepontozod magadnak, hogy nem is ezeket a fő célokat akarod majd teljesíteni, hanem ezeket a kis fekete jelölőket, ki tudja. A pontosan egy, az nem pontos annyira jól, de ez, ez pontosan egy szimbólum. Összehozni az összes szint, az még annyira se pontoz jól. Nem. Ami nagyon fontos, az a változatosság. Na, hát ez nagyon az szimpatikus az. nekem, hogyha kérdés lenne ezzel a szabályjal kapcsolatban, akkor, hogyha megfordítjátok az adott kártyát, akkor rögtön kaptok egy példát arra, hogy hogy értendő Igen. ez a bizonyos. Igen. Tehát nem baj, hogyha valami még több van, az a négy szimbólum legyen rajta. Igen. Igen. Hát ez remek. Nekem már három ilyen lapkám van. Ettől féltem. Ugye? Nagyon jó. Jó, elveszem a játékot. Van egy icipici kis játszótere a játékosnak. Mondhatja azt, hogy felveszek egy olyan lapkát, amit azért veszek fel, hogy egy picit frissőnek a kínálat, mert hármat kell felhasználnod a festéshez, festés, és maximum öt lehet a kezedben, tehát sem lehet, ez nem felveszel egy ilyen léjert, amit a kezed végig, a játék végig a kezedben tartod, és nem használsz fel. Tehát akkor, akkor el, amikor el szeretnéd. Igen. Amikor úgy tartod jónak. Amikor úgy tartja kedved. Úri kedved. Úri kedved. Ez nem is annyira. Hmm. Ezek was. a háromszögek valahogy nekem most nem akarnak kijönni, pedig nagyon. Ne, nekem sem jön a háromszög, ami nem baj, hanem tragédia. Hanem katasztrófa. Igen. Hmm. Ráadásul ugye a pontosan egy is ott van. Most én jövök. Igen? Igen. Hány éred van? Három. Hát akkor valóban tesz Jó. Én jövök. Jövök, jövök. mert jövök. Jövök, mert jövök. Ezt a szeszélyest szeretném elvenni. Pont az kellett volna neked is, Há, nyilván. Hát nem, nem, ugyan. Nyilván az kellett volna neked is. De mi van akkor, ha így... Volt, akivel beszéltem, és mondta, hogy őt frusztrálja az, hogy nem az alkotás játszik szerepet, hanem hanem a, a, a taktikázás ugye az egyes adott festmények esetében. Hát. Hát igen. Ez azért egy festős játék, mert. Képzétek el, nekem ez Mondom, kifejezetten igen, tetszik, igen, hogy volt. teljesen mindegy, hogy taktikázol vagy az esztétikumra törekszel, teljes képeket fogsz kapni a játék végén. Tehát festmény így is, úgy is születik. Igen. Uh, innentől kezdve relatív, és a játék fikciós világában van egy zsűri, aki érték el, mondhat bármit. Uh, ebből a szempontból életszerű, szerintem biztonságos a játék, hogy műalkotás így is úgy is elkészül. Innentől kezdve pedig már ízlések és pofonok, hogy kinek melyik festmény tetszik jobban. Ez a játék legizgalmasabb és leg kézzel csodálatos pontja, hogy a festmények el fognak készülni. Igen. És nagy valószínűséggel nem fog elkészülni ezer játék után sem két pontosan ugyanolyan festmény, mert véletlenszerű sorrendben jönnek fel ezek a lapkák, ezekből van bőven, bár beszélgettük, hogy hát előbb-utóbb jól fog állni neki a kiegészítő, mert valószínűleg nagyon sokat játszottál vele, akkor az I want to be free Freddy Mercury bácsi az egyik képen minden alkalommal megmosolgató lesz, de de nagyon tetszik nekem, hogy hogy azt mondja, hogy ez egy festős játék, és a legteljesebb mértékben. En, Igen. Ennél könnyebb festés nem volt még, kérlek. Azt szerettem volna elmondani, hogy nekem most nincsen. Öhm ilyen kis fest ah, cuccom, úgyhogy kénytelen vagyok az egyest elvenni, ezért nem jó kifutni ezekből egyébként. Ez az, ez az, az utolsó lapom, mert hogy öt lehet a kezemben, Külön tehát most valamit festés. ki kell találnom. Jó, igen, érdemes gazdálkodni ezekkel a tokenekkel, én most meglepősen ráültem ezekre. Ha a folyton a leghátsót választod, nem tudod folyton a leghátsót választani, mert ezeket bizony be kell fizetgetni, előbb-utóbb el kell venned kevéssé értékes, hogy a közös céloknak kevéssé megfelelő ilyen lapkát is. Hát ez jó. Oké. Azt hiszem, hogy én festek. Én most még felvehetnék egyet, négy van a kezemben, és én azt mondom, hogy a megvilágított játék című képet szeretném nektek megmutatni. Választok rögtön egy hátteret, mindegyik játékos három random fiktív háttérrel kezdi a játékot. Itt vannak rögtön ilyen kockák az egyik festményemen, úgyhogy Drága barátaim, hatalmas szeretettel bemutatom nektek a megvilágított játék című munkámat. A megvilágított játékban nagyon fontos volt számomra a kompozíció. Úgyhogy minden. A kompozíció. Megfelelt a kompozíciós szabályok. Látom, Megfelelt szép. a kompozíciós szabályoknak, úgyhogy jogosult vagyok egy piros plecsnire. A hangsúly is meglehetősen hangsúlyos volt, úgyhogy egy ilyen zöld plecsnire is jogosult vagyok, ugyanis azt mondja hogy pontosan egy, ilyen, egy, egy, egynek meg. is mutatom meg. nektek, hogy mennyi Hát légy, légy, légy szíves, kérlek, Ez, ez kérlek. művészet kérlek. Drága kuzen. <laughs> Oké, okay. megfelelt a változatosság kifejezetten nyakateker szeszélyes zsűri igénynek is. Azt mondja, hogy legyen Ebből a négy szimbólumból, mindegyikből, mind úgyhogy így van, mind megvan. Viszont az, az a, a frány ismétlődés, csak nem adta, csak nem adta ezeket a kis huncut háromszögeket a játék, úgyhogy az ismétlődés hát nincs. Viszont van egy ilyen fekete szabály, az azt mondja, hogy egy ilyen kis plecsnit, fekete plecsnit ad minden ilyen keresztcsíkos szimbólumért, az kétszer is teljesül. Azt Úgyhogy ezeket szépen ide begyűjtöm. Nem tetszik, amit csinálsz. És elkezdtem gyűjtögetni a kis pontokat. Egyébként én is festeni fogok. Méghozzá a Szeszélyes Csapda című remek művet fogom bemutatni oh, a közönségnek. És hát ennél kérlek szépen a kompozíció, mi szerint mind az öt színem van, ez teljesült. Sorry. Kapok egy kis rózsaszín plecsnit. Pontosan a egy? hangsúly az pontosan egy, így van, nagyon hangsúlyos a kép. A változatosság, hát azt, azzal nem foglalkoztam be. ez deleg, tehát változatosság 9. hát most nem annyira. És az ismétlődés sem. Cserébe van két fekete pontozó ezen a lapon. Mi? Egy ö, csíkos, meg egy háromszöges. A háromszög az sajnos nem sikerült, mert nem jött háromszög. Viszont a pontozó, vagy ez a csíkos, ez ö, kétszer is és pontozó, úgyhogy két feketét elveszek. Prima primissima. Első képen. Ó! Ámok. Most látok valamit. Ezek a törékenyel. Jó. És azt hiszem, hogy a második, harmadik képed elkészítésénél nyílik ki igazán a játék, amikor is elkezdesz mérlegelni, hogy vannak ilyen szedgyűjtögetések, miből mennyi jöhet össze, és már rálátásod van, hogy mennyire érdemes hajtani egy bizonyos célt. Elképzelhető, hogy valaminek az elengedése a sokkal hatékonyabb tud lenni, mint minden három fog, fog, körömmel kapaszkodni egyes célok érdekében. Tehát például a hangsúly az akkor pontoz jól, ha mind a három képednél jelen van, mert egynél egy pont, kettőnél négy, nem annyira érdemes csak, csak ezt fókuszba rendelni, viszont hogy mind a három az hozzá, ez már 11 pont, ami már megérheti. Hát nem mindegy. Úgyhogy szerintem nem transzparensen, de nagyon okos, nagyon mély ez a játék. Dacára annak, hogy nagyon szűkösnek tűnik ez a kínálat, és ez csomószor el kell vennem valamit. De ne felejtsétek el, hogy nagyobb a kezetek, mint amennyit fel kell használjátok egy kép elkészítéséhez, úgyhogy simán, simá lehet, hogy talomban tartasz a későbbiekre egyes képeket. Szabad, törékeny szabadság. Istenem, nem mély! Nagyon mély. Uh. Érzed magadban a mélységet? Mm. Én azt hiszem, hogy... Jó, én megyek a törékeny szabadságra. Igen? Én ah. pedig festek még egyet. Méghozzá a rendkívüli sötétség című képet alkottam meg. Gyuri, nem tudj Szívemből... Rendkívül sötétség című munkáját csodálhatjuk. Csodálatos. Nos, a kompozícióm az nem jött össze, mert nincs mindegyik szín, de ez talán nem is annyira kompozíció. baj. Kompozíció. Kompozíció. Ah, a, hangsúly az egy darab színesen van, az megvan. Pöpet. Akkor kapok egy zöldet. A változatosság sikerült, minden kis szimbólum szerepel. hogy az egy kék. Illetve az ismétlődés az nem jött össze, de van egy fekete rajta, ami ezt a színes köröcskét pontozza, úgyhogy egy feketét is kapok. Szupié. Igen. Egyébként az tök jó, hogy a feketék kettőt érnek a játék végén, az azért eléggé vaskos pont. Az első játékban nem foglalkoztam a feketékkel, de most már megtanultam, hogy kell. Megérheti. Igen. Annyira bosszant és nagyon ügyesen ki van titrálva, hogy három fóli egy kép. Elég, elég ne kell lennie. Hát bizony. Hogy ne, ne, ne zsúfolj nagyon. A Testes? Mystic wheel című játékban már láttuk ezt a mechanizmust, vagy láthattuk ezt a mechanizmust, hogy ott card crafting mechanizmus van, hogy kártyát, kártyaképességeket bővítesz, és ott ilyen fóliák segítségével javítasz bizonyos kártyák funkcióin lehetőségein, és nagyon szépen örökít itt, mint művészeti alkotás elkészítésével. Nagyon fájdalmas döntés van előttem. Igen? Igen? Oh, Ó, látom mit csinálsz, és nem tetszik. Aha. Biztos, hogy az egyik képed az nem lesz ak 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 akkora nagy ilyen, ilyen taps-vihar. Hát ez Mi mindegy nem baj. Mindegy. Add fel köszönöm, köszönöm, szépen! Nem Magy kell mindig nagyot, tudod, néha lehet jót is. Ez a rohat kompozíció nagyon jó pont az. vagyok. Igen. És még nincs éjfél. Nincs. De cukik ezek a bálnak. Igen. Nagyon szépek a kártyák, egyszerűen. Igen, gyönyörű. Kedvencem ez a kéz. Nem tudom, mennyire látszik a képen. Na nagyon kéz. szép a kéz, gyere. Na, a kéz jönne, nem ez. Azért húztam ki a Ja, Jaj, de gyönyörű lesz, Istenem, de szép. Ugye? Szép lesz? Igen, nagyon. nagyon. Nem, nem látok tőle. Nem baj. De azért baj. Sajnálom, hogy az elsőt elvitted igazán. Tehát ez nem jó. Nem azt tetszik. Tele vagyok tokennel. Jaj, de jó érzés. Jó lehet. Mit is akarok begyűjteni? Eléggé fontos nekem ez, úgyhogy én ezt most ide rakom, és ezt elviszem a váratlan. Behúzom a váratlan, Zoli. Te jössz. Nem jó. Szerintem ez jó lesz valamire. Hát azért lehet apézni benne na. Lehet, mondjuk, hogyha nehézségi sorrendbe szeretném tenni, akkor nekem úgy jön, hogy ez a legkönnyebb. Utána jön nekem gondolatban a koatl, utána a kalikó. A kaszkádiát még nem próbáltam. Hogyha az is kijön, akkor majd azt is valahol beteszem. Egyébként ezeknek a játékoknak nincsen. Jó, semmi nagyon, nagyon, meg, nagyon, túl, nagyon, nagyon dicsérik és nagyon szép. A miatt, meg, meg hát ugye ez a pakolgatós mechanizmus miatt gondoljuk, Egyébként ezt mindenképpen elmondanám, hogy azt mondja, hogy lehet akár öten is játszani. Öten nem játszanám. Öten tűnik. az adott játékosnak, pláne a második festmény elkészítésénél tud nyúlni a köre. Ebből a kínálatból dolgozunk, és egy csomószor a játékos a köre újra gondolkodását, mert elképzelhet alaposan átvarjáljuk itt a dolgokat. Jaj, csak a második festményennél tartasz. De milyennél? Ó, fú, olyan festmény, hogy te jó ég leszakítja a vászlat, de kilép a kéből, és, és, az izgerince egyszerűen, a, ahogy Na, szól majd. már, Gyerem! Nagyon szép, nagyon jó gyerek. Addig mehet. mesélek a festményeimről. Kérlek. A szeszélyes csapdában, ahogy láthatjátok is, itt a, rep a lepkék felszállnak, és belerepülnek egyenest a pókhálóba, és így feladják az életüket. És ez a macska itt várja, várja ezt a pókot. És ahogy rá tapad a pók a macskára, és hogy megküzdenek az életért. Poh. Ez az absztrakt kép mely egyáltalán nem absztrakt. Teljes mértékben hozza az életet, az életkörforgását. Élet és halál, macska és pók. Minden benne van. Jó, én akkor elviszem a szégyentelent. Jó. Oké. Okay. Az nekem nagyon tetszik. Úgy, ó, megint kifogytam az ihletből. Aj, de kellemetlen. Ez most tényleg nagyon kellemetlen. Kellemetlen érint. Jó, hát akkor elviszem a bánákat, mindegy. Na és most, most van a nagy sokkozás. Igen. Egyébként mindig eljön a játékban egy bizonyos pont, amikor az embernek meg kell hozni a döntést. Jó, hát mindent is nem lehet. Ez a, ez a legfájdalmasabb része ennek a játéknak, amikor el kell engeded valamit. Tehát mi, mi, mindegyik pontozást nem fogod tudni maxra, és e, tud lenni analízis, palézis, rágölcsölés a lehetőségeknek. Olyan a törékeny természet című képpel köteles vagyok festeni, öt kártya van a kezemben, és azt hiszem, hogy az én megítélésem alapján menjünk ki. Na, az, me lesz az. Me me Menjünk, ez, ez lesz az. Uh -huh. Jó, oké. Mindegyik szín szerepel a kompozíciós igényeknek, megfelel a kép, ez nagyon fontos. Nem csak pontosan egy varrat ezt kellett elengedjem. Cserébe nincs változatosság a se, de van ismétlődés. Úgyhogy most az ismétlődést vettem egy picit elő, és kapok egy fekete tokent is, úgyhogy ezeket a célokat tudtam. Az minnálad van, az az ihlet? Igen. Azt ez most nekem stratégiai elem, hogy, hogy gazdálkodtam az ilyen fingilingi dolgokkal. Igazából nekem elkészült két képem, két ilyen van a kezemben, úgyhogy én még három lér-t tudok elvenni, és egyetlen festés van, úgyhogy egyáltalán nem egy kifejezetten hosszú Én körténet. meg négyet, és az a helyzet, hogy most már jött ez a lap, és ez nekem teljesen jó, úgyhogy... Prima. Prima minden. Jaj, Egyébként nagyon igényes a kéket, kéket adj, kék. Nagyszerű. Neked annyi ihleted van, szétszórhatod a pályát vele teljesen. És rengeteg sárga színem. Igen. Teljesen felesleges, szégyentelen szabadság. Ilyen, ilyen. És, és, ott egy van egy lebegő szívecskés gatya. Háromszög van, nincs. Hát. A háromszög is jó. Ami, ami nekem nagyon fontos, és most már durván jó a pont, az a, a, a pirosra törekednem kell. Tehát az, 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 elengedhetetlen, és akkor ott van hátul a kék. Hát ez egyszerűen csodálatos. Neked, nem, hogy neked van... Nem, a pontosant. Nem, nem, azt nem engedhetem el. A pontosant nem szabad elengedni. A változatosság is fontos. Minden fontos, egyszerűen ez a festészet, ez egy ilyen műfaj. És nyilván ezek a tokenek a játék semmit nem érnek, úgyhogy a választott ah. Kúrját veszem el. Hát megpróbáljuk ezt, aztán meg. Az elsőt, hogy... elsőt vettem el? Azt hittem, szórsz nekem egy kis ihletet. Nem. Kegyetlen vagy, nem mondom. De már meg is van a megoldás. Már látom. Ami oh, mindig nincs isletem, mindig elfelejtem. Zoli! Jó, mindegy, az a szerencse, hogy csak három ilyen van a kezemben, ezért még vehetek föl. Választott szabadság. Hát, menj arra egy picit. Na. Hát akkor én ezt kénytelen vagyok elvenni. Igazán szórhatnál nekem egy-két ihletet le. Tudnám értékelni. Tessék. Köszi. Lesz a kikletet. Sok létűség. Ezt csináltad? Ezt. Jó. Ez esetben én felveszem, ugye négy, hogy van? Három, négy, és az utolsómat fogom felvenni. Ugye ja, de várjál! Oh, nekem már mindegy. Nekem már. Mindegy. Hát nem örülök. Nagyon nem örülök. Hm. Na, most mit csináljak? Igazából nem tudok semmit sem, csinálni, mert nincs nálam ihlet, úgyhogy fel kell vennem az elsőt. Ebből kell kihoznom a maximumot. Ez nem túl jó ebben a játékban, egyébként érdemes rá odafigyelni, hogy az ihletet ne hagyjátok kifutni a kezetekben, mert akkor el kell fogadnotok ugye az első helyre lépett lapot is. Na. Hát ez nem könnyű. Festek egyet, lehet, hogyha nagyon sokat gondolkodnék, amitől magamat, rékát és a nézőket is meg szeretném Én most akkor a választott szabadság című képemet megfestem. Na. Egyébként a törékeny természet és a megvilágított játék képek után úgy érzem, hogy a a válasz a méltó lesz a befejezésre. No. A kompozíciónak megfelel, az, nagy, az, az az rettetesen fontos volt. A hangsúlynak nem, Ez a változatosságnak sem, viszont az ismétlődésnek kétszer is. Az ismétlődés egy olyan, egy olyan szabály, amit hogyha többször össze tudsz hozni, akkor többször adja neked azt a bizonyos kis tokent, vagy hát ilyen kis díjat a játék, amit összesikült hoznam kétszer, hogyha két darab lilát kapok, ami bízom benne, hogy hatványozottabban pont az a játék végén. Úgyhogy számomra evezevvel véget ért a Canvas végigjátszás. Legalábbis a kép alkotás része, a pontozásban természetesen majd részt veszek. Hát igen, na most, Remélem. itt most nekem dönteni, döntést kellett hoznom. A döntés? A döntés. És azt hiszem, hogy ez lesz a megfelelő döntés, amit most itt hoztam. De hát majd meglátjuk, mert kérdés, hogy ugye... Ezeket nem használtam fel, akkor ezeket már vissza is tehetem. Na, nekem is igazából. van egy, amit nem... egyet? Festek egyet, ugye az utolsó festésemet megcsinálom, és ez pedig a Váratlan pillanat Aha, nevet viseli amint a balerína kifut a toronyból és elkezdi saját önálló életét a szabadságba fut egy váratlan pillanatban. Nos, nézzük meg! Nos, a kompozícióm teljes. Nagyon Köszönöm szép. szépen! Nagyon szép! Az nagyon szép. A hangsúly az nagyon fontos volt nekem, hogy meglegyen a három zöld jelölő, nagyon és szép. az sikerült nagyon és csak egyszer szerepel a képen. A Szivárvány színű kör. Változatos a képen. Változatosnak nem változatos, sajnos. Elég. Az unalmas. A háromszög az kimaradt? A viszont... háromszöget egyszerűen, annyira kevés háromszög jött, az nem jött, viszont volt egy fekete pontozóm, ezt a kis napocska szimbólumot kétszer is pontozza nekem. Uh -huh. Úgyhogy azt elveszem, és ezennel kész a Na. kiállítás. A megvilágított játék, törékeny természet, választott szabadság. Szeszélyes csapda, rendkívül is sötétség, váratlan pillanat. Én alapvetően az a fajta játékos vagyok, és Réka is tud ezzel rezegni, hogy Szeretnénk valamit megalkotni, elkészíteni a játék végére. Igen. Csodálatos, hogy te da ez is szépen Aján, jó. megvalósul. Oké, okay, gyorsan számoljunk pontot. Okay. Uh, kezdem én. Na. Három darab pirosom van, a három darab piros 9 az pont. 9 pontot bír összesen. Nekem plusz 1 az összesen 10. 10. A kékből van egy darabom, ami 4 az pontot bír, úgyhogy 14 pontom van. Ez viszont plusz még 11 pont, úgyhogy 14 uh. meg 11 az 25. 25. 25, 25 meg 6 az 31. Szép, szép pont. Na jövök én is. A zöldből vannak... a pirossal. Ja, pirossal, okay. három. Ö, van nekem. A pirosra, bocsánat. Van nekem 3 pontom. Három. A zöldből van 11 pontom. Három. Így van. Tehát akkor az 14. Uh -huh. Van egy kékem, ami még 4 pont, az 18. 18. És akkor kettesével számoljuk. 20, 22, 24, 26, 28. Nem lehet, hogy mindent a nyerél. Most már egy olyan géprit is kell folytatni, hogy a igen. Nagyon ügyes voltál egyébként. <laughs> ebben nagyon érdekes mechanizmus van, hogy ügyesen érdemes dűtögetni itt ezeket a picik is együttállásokat, nagyon szetteket. Az építés effekt csodálatos ebben a játékban, a termékminőség is. Ez nagyon az, fontos. Egész, az egész, az, egész érdek a festészetre van felépítve. Konkrétan kiakasztható a doboz, tehát pont pontosan, tenni mint tenni egy, egy faalra. fest, festmény ki tudott tenni. Gyönyörű, a játékszabály világos és elegáns, egyszerű, ez egy tökéletes családi játék. Nagyon jó érzés, hogy ö, ö, művészettel találkozunk, a nagyon pici befektetéssel tényleg művészeti alkotást tudsz Egyébként kiaknázatlan téma szerintem, most ami eszembe jut az a modern art, illetve az old masters ebben a témában, még a Kanagavában. Van, hogy festünk, 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 de hogy nincs olyan nagyon sok művészettel foglalkozó játék szerintem. Na, nagyon fontos az esztétikum korszakában, hogy igenis szép játékokkal találkozunk. Számomra anyag- és komponens minőségben igen. a Parks című játékot idézi. Nagyon jó, minden alkalommal esztétikai élmény játszik ez a játékkal, egészen biztosan polcon fog maradni, és bízom benne, hogy tetszett nektek ez a végigjátszás. hogyha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, esetleg megosztást, hogy minél a többekhez van ez a társas játékos tartalom. Facebookon és Instagramon várjuk a képeiteket a Canvasról, hogy ti milyen festményeket festettetek. Ha itt tettetek, akkor jelöljetek be minket, hogy lássuk ezeket a festményeket. Egyszerűen gyönyörű alkotások születnek, már a csoportban láttunk is egy csomót, és beszélgessünk a komment szekcióban, hogy hogy tetszik nektek ez a játék. Nagyon szépen köszönjük ezt a társas játékot a Game hogy bemutathattuk nektek, és reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk. Addig is jó játékot! Sziasztok! Sziasztok!